Üdvözlök mindenkit, én Szomik, ezt mi láthatjátok a Dark Souls 2 Scholar of the First Sin végigjátsz a sorozat Death Punch karakterrel. Magyarul kipofozós karakterrel. Hát haladunk szépen tovább, mert előző részben ugye kitakarítottuk a purgatóriumot, meg ennek a vadászoknak a csalitját, meg mindenségességességét. Megyünk a méregbe. Ami azért jó, mert amúgy jó sok titanitot lehet itt összeszedni. És az tök jó, mert mondjuk az kell is nekem, hogy feljebb tudjam húzni ezeket a kártuszokat, ezeket a boxkesztyüket. Na. Are you a traveler? Miből találtad ki? A Norstone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this god's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. Igen, nála amúgy lehet venni titalitokat, de jelenleg nincs annyi. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. Jó, majd megpróbálok. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. Tudom, mert az átok miatt. Every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. I've searched every nook and cranny here. Perhaps we'll... Jó. I suppose it's about time I moved shop. Röviden, tömören, visszamegy macsulába. Úgyhogy vele majd ott fogunk találkozni, és rengeteg titanitot fog nekünk... Hát jó, rengeteget nem, de sokfajta titanitot lehet majd tőle vásárolni. No. Hát amíg a csonti összerakja magát, addig én felveszem az életkövet. Viszlát. Na. Ó, titanit töredéket dobtál, de aranyos vagy. Na, hát akkor hajrá, irány a méreg. Forjul már meg, köszönöm. Na most jön a probléma, mert ezeket... Nagyon nehezen találom el. Mert nem tudok lejjebb ütni. Akkor kéne ütnem, amikor felágaskodik. Hogy... Csak cserébe azt is bekapom. Igen. Lesznek ezekkel gondok, az biztos. Na jó, eldöntöttem, ezeket nem fogom leboxolni. Ezeket majd le fogom nyilazni. Tehát ez... Ez is szerintem a szívás kategória. Nem tudok lejjebb ütni amúgy, az a probléma. Sajnos.
Úgyhogy ezeket majd le fogom inkább nyilazni. Oké, gyere barátom. Viszlát. Két fákja. Titanitok, meg kis sejmeségkő. Fakuló lélek, kis sejmeségkő. Nagy. Hát az életkövémet igazából itt fogom elhasználni ebben a területben nagyon sokszor. Hogy szinten tartsam az életemet a méreg miatt. Oké. Mérgezett dobókés. És akkor mindjárt ide még bemegyünk. De oldalra. Ide befele. Nem miattad jövök amúgy. Hanem Gavlan miatt. Ha itt van egyáltalán. Itt van. Hello. Igen, ismersz engem. És ugyanazokat a tárgyakat árulod, mint eddig. És ugye nálad lehet eladni dolgokat. Nem úgy, mint a Dark Souls 3, hogy ott van a shrine mellett a... az öreg hölgy, idős hölgy. És ugye nála ott mindent el lehet passzolni. Érdekes, itt a Dark Souls 2-ben van egyedül ő. Tehát itt egyedül a Dark Souls 2-ben van az a fajta, nevezzük kereskedőnek, akinél el lehet adni dolgokat szólért cserébe. Mert az egyben is ugye ott volt Framp, a izében, a Shrine-ban, a Dark Souls 1-ben. Dark Souls 3-ban meg szintén ott volt az idős hölgy, ugye a kereskedő, akinél szintén el lehetett adni dolgokat, vagy hát el lehet adni dolgokat most. Mindegy. Mondjuk itt a Dark Souls világában itt az idő az egy kicsit máshogy értelmezhető, mert nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy a Dark Souls 3 az később történik, mint a 2 vagy az 1. Itt egy kicsit az idő az más, máshogy alakult, máshogy folyik, máshogy működik. Legalábbis az én gondolatmenetem szerint. Szóval... azt mondod, hogy három ütés kell ezeknek a bossziknak. Az tök jó. Szerintem nem erre kell felmennem, de azért megnézem. Ja, nem erre kell, de itt van egy tárgy, a rontó úrna. A speedrunosok amúgy itt valahogy át tudnak ugrani, és akkor ott arra fel el tudnak menni. Nem tudom, hogy csinálják amúgy. Ebbe szépen belefutottam. Ja, három ütés. Barátom! Menj odébb! Na én már fölkeltek, hát jönnek, azt meg akarnak engem izé bántalmazni. Csak hát ez nem úgy megy. Hogy jövünk, azt megbántalmazunk engem. Aj, de jó. Három titanit gyíkot. Majd itt futkorászni velük. De jó lesz. Ja, megvan a bonfire. Hol van a kardom? Ott van a kardom. Nem. Ja, ez az a move. Jó. Jó. Ezt nem fogom utolérni. Nem. Sajnos nem. Úgyhogy ez egyelőre csak egy. De legalább van nagy titanit töredékem. Ez az. Na majd, hogyha leülök a bonfire-höz, akkor majd... jövünk a következőért. Na, de előtte... akkor elnézzünk errefele.
Hello? Mi van veled, semmi? Engedj be, légy szíves. Na arra, erre. Erre fele, ha kérhetem. Erre. Erre! Hát ezt jó mellé ütötted. Istenem. Mi olyan nehéz ebben, hogy erre fele lőtt? Köszönöm, végre van. Úgy, köszönöm. Ez az öreg lovag pajzsa, meg fegyvere, meg fákja. Ragyogó életkő, sima sejmes izé életkő, meg minden egyéb finomság, nyalánkság. Itt pedig hogy? És hol láda? Itt a láda. Éjjjj, de jó lesz. Muszáj lesz lemennem, és... fú. Ja, kell a fákja, mert nem fogok lent látni semmit. Jó. És akkor így ütünk, jó. Oké. Okay. Már egy ütésből meghalnak ezek a csontik, úgyhogy nem kell vele foglalkoznom. Jó, itt akkor így ütünk. Ha már így alakult, akkor ide lepotj. Fakuló lélek, nagyon jó. Igen, erre megyünk tovább. Együnek a fűszere, és akkor itt kifelé. Ezt majd mindjárt, sorban. Jó, itt voltunk. Akkor ez ennyi. Jó. Oké, és menjünk szépen tovább kipofozni dolgokat. Jaj, nem jó. Ó, hogy az a... És tényleg szánalmas. Most jössz? Most, amikor rohadtul nem érek rád? Érzi a játék. Megérzi a játék, hogy mikor kell jönni. Jó. Hát akkor ez ilyen futkorászós Benny Hill történés lesz. Szevasz. Téged nem találtalak. Hát neked ez nem jött össze. Na mi van, nem tudtok erre jönni? Vagy mi bajotok van? Na gyere, te szánalmas te. Úgy, takarodj oda le. Azt hittem nem érsz el, de hát ezek szerint de. No, nem. Ne találjátok ki, jó? Ne azt lopkolt, hanem azt, aki itt van a közelbe, bajj. Nyilván. Nem tudom, kivel szórakoztok.
Fogalmatok sincs. Főleg a szánalmas nem tudja. A szánalmasnak amúgy fogalma sincs, olyan kíve szórakozik. Hát én vagyok a kipofozó ember jelenleg. Jó, itt ugye nincs semmi. Itt van valami. Életkő meg kis zseblélek, jaj. Igen, majd erre menjünk tovább. Kételkedőnek a fűszere. Vagyek mindjárt eltörnek a izék. Kásztuszaim. Titanik töredék, szavasz. Hát... Bántsalak téged? Mondjuk bántani fogsz, hogyha idáig eljövök. Eljövök ide, megnézem, hogy ja, hogy itt erre nincsen semmi, visszafele megyek és már felkeltél. Szavasz. A bal kezemben lévő kásztusz eléggé rossz állapotban van. Ugye lehet le kéne ülnöm a bonfire-höz. Én már dobálózik ott föntről, pedig nem illik. Ja, inkább leülök. És visszaváltok azért a kardra, mert úgyis leülök, resetelődik ugye minden. És akkor el tudok kapni még egy titani gyíkot. Jaj. Na. Melyik az a move? Ez, jó. Távolabbit. Jó. Mert ezt nehezebb elkapni. Király. Na. Akkor te meg majd a harmadik leszel. Csak ne felejtselek el. No. Ó, az anyádat. Jó, te gyere, barátom. Oké. Okay. Hát ezeket ugye meg kéne borítani valahogy, de meg ne dobálózza onnan föntről. Csak ugye a probléma az, hogy mondom, ne dobálózza onnan föntről, mert mindjárt fölmegyek. Mondjuk fel is fogok majd menni, azt majd nagyon merem. Aha. Ez így nem egészséges. Rá is iszok egy esztuszt inkább. Annyira nem jó, de lehetne rosszabb is. Sajnos így fogok megoldani. Ne azt lokkolt, hanem ezt itt. Ah! Basszus. Mert sem, hogyha nem ütök mellé, hanem... mindegy. Legalább most van rá esély, hogy a második, hogy a harmadik titanidjikot is elkapjam. Nem ezzel, hanem ezzel. Annyira utálom ott ezt a részt. Hát rohadjál már meg! Jó. Túl sokat tököltem. Na szóval. Erről beszéltem, hogy nem mindig találom előnket. Mert hülyén állnak. Nem férek hozzájuk. Ez a gond ezzel a karakterrel, ezzel a típusú karakterrel. Méreg. Méreg a méreg. Ah. Hogy a francba csináljam ezt. Valahogy csak meg tudom ezt oldani. Hát múltkor is megoldottam. Na. Fejezd be. De a harmadikat miért ütöd mellé?
fölé üt, bazzeg. Betoljuk, komolyan mondom. Na jó, először kellenek a lelkek. Türelmetlen vagyok. Már türelmetlen vagyok, már veszem észre magamon. Jó. Akkor előre futunk. Menj csak. Úgy. Nem. Ezt nem hiszem el, hogy még a titani gyíkot se tudom elkapni, mert a harmadikat mellé. Mert kitalálja. Oké, okay, cső. Na, nem akarom őket lenyilazni, pedig az kéne. Kevés a HP-m is. Most. Oké, tűnés. Akkor lehet az lesz a taktika. Lemegyek, ütök kettőt, vagy négyet, és utána elfutok a francba. Mert így az ott, ez ennyien undorító. Jó, lehetek. Jó. Cső. Akkor így, ez lesz itt a taktika. Túl nagy az a dark ütésük, dobásuk. A dark amúgy nagyon undorító a Dark Souls-ban, az összes Dark Souls-ban. A dark sebzés. Csak valamiért benyomta izét is, a speckú pörgő támadásomat. És az a gond, itt a Dark Souls 2-ben nem lehet megszakítani. Azt hiszem a 3-ban meg lehet. A támadásodat. Jó. Mocskok. Titeket muszáj lesz. Nem fog veletek szenvedni. Ökölharccal. Jó. Van még valaki? Jó, te nem. Titeket le tudlak ökölharcozni. Arról van szó. Na, a titani tábla, az majd jó lesz. Későbbiekben. Igen, jön a csonki. Oszlát. Kaméleon, az egy nagyon hasznos varázslat. Ruhaszárító. Sárkány talizman. Ruhaszárító is amúgy jó fegyver, jó kis katana. Én szeretem. Ők nem itt a Dark Souls 2-ben, mert eléggé törék. Kenny, én meg itt szívrohamot kapok. Emberi kép más nagy titanit. Ne. Most van mindegy. Bekaptam a mérget. Na gyere barátom. Igen. Ó, hogy neked még ez is sebez. Hazatlan. És meghalok a méregbe. Nem halok meg a méregbe. Nem. Nagy mázli. Ó, de rendi. Ó, de nagyon jó vagy. Egy.
te szemét! Na, az a 99 életkő az nagyon-nagyon gyorsan elszállt. Amit még az előző részben vettem. Jó, gyere barátom! Én jobb boxoló vagyok, mint te. Szerintem. Hello? Szia! No! Szevasz! Gyere csak! Ne arra guruljál te! A szívem megáll. Na. Most fel fog menni a méreg se... Szerintem fel fog menni. Na mindegy. Van egy fölös... Ja, megnézzük, van-e fölös. Ja, megvan a mérgezés. Ja, van egy fölös faros zárkövem. Úgyhogy azt ide be tudom pattintani. És akkor be tudunk ide nézni, hogy itt mi van. Méreg harapó gyűrű, meg buszke lovagnak a büszke lelke. Uno momento. Más nincs, jó. Hello! Na hát jó, elnyomoltok a gesztuszt. Yeah. Sorry to have burdened you so. This is for you. By way of an apology. Köszi. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading, oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened. Terribly so. If everything should fade, what will be left of me? Igen. I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Myra. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then... One day, he was gone, lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. A szodjan, de Aldiának a rezidenciáján majd be fog engem invédelni a bátyja. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. Oké, okay. Akkor szia! Javítópor. Mondjuk az se árt, mert nagyon sokszor amúgy törési határa kerül a két kásztuszom. És most összetörhetem, mert úgyis méreg alatt vagyok. Szevasz! Ez meg a másik szevasz. Nem akarsz meg pusztulni? Pont akartam kérdezni. Gyere! Gyógy. Gyógy. Na, szia! Addig én elmegyek a napfénytesókhoz. Amíg te szépen megfulladsz a mérgedben. Igen, arra nincsen semmi. Mindig elnézek balra, pedig rohadtul nincs arra semmi. Oké, nekem a gesztúra kell csak. Hogy áldassék a nap. Jaj, tényleg, ezt mindig meg kell néznem.
Na itt például még jó állapotban van a torony, vagy a torony, a szobor. Mármint úgy értem, hogy minden része szinte megvan. Nameless King. Ja. A Nameless King. Mert itt még megvan a szobornak minden egyes része. A Dark Souls 3-ban már nincs meg. Ott már csak a lába van meg, azt hiszem. Sőt. Szerintem már csak a talapzat van meg, igen. Na nézzük. Ó, itt még ugrálni is kell, meg minden egyéb, oj, de jó lesz. Kaptam egy puszit. Jó, legyen full HP, mert még egy ilyen puszit kapok. Ezt nem fogom túlélni, ha nem vagyok fullon. Viszonylag fullon. Köszönöm. No. Hát először akkor takarítsunk ki itt. Jó, elvileg 4 ütés. Hello? Aj, nem már, mert... És megint vissza kell váltanom éjjra. Nem. Jó, ezeket le tudnám boxolni, de útba vannak. Nem őket akarom lenyilazni, hanem a csúszómászót, ezt. Négyni. Amúgy tényleg gáz, hogy annyira alacsonyan van, hogy nem tudok leütni odáig. Igen, ez meg egy nem mimikláda, hanem egy csapdaláda. Mert szerencsére mérgezős volt, amúgy egy fákja volt csak benne. Aki úgy gondolja, hogy megéri, akkor annak hajrá. Így, né, téged leboxollak. Sőt. De amúgy nem azért, de nyilván a távolabbit kell belokkolni. Néha a Dark Souls nem értem. Ebből a szempontból. Tehát nem az lenne a logikus, tehát nem úgy van beállítva a rendszer, hogy azt lokkolja, ami a közelebb van. Nem a távolabbit? Talán esetleg? Hogy az a jó büdös... Utálom ezt. Jó. Jó, mondjuk nem ott kellett volna ugrani, nyilván. Istenem, mondjuk. Fönnakadok a falon valamin, fönnakadok, és azért. Istenem. Jó, egyszer elkaptam. Nem hiszem el, elkaptam ezt a kis szemétládát is. Végre. Na, Power Stones vissza. És akkor... Fészkalódás a székben. Lehet menni tovább. Cső. Most nem érek rád. Hoppá. Amúgy rád se érek. Hogy tudok ilyen rosszul dodzsolni amúgy? Na, úgy köszönöm, hogy megmérgeződsz. Most nem érek rád. És a lelkeim fontosabbak. Kitalálta. Most tényleg? Most idáig feljössz, értem. Nem.
Na, mit kaptam? Sárkánytalizmant, helyes. Na. Tehát. Szóval és tettvel. Hát pedig úgy kell ugranom. Csak kicsit ügyesebben. Szia. Igen, valahogy úgy. Így, ne. Szavasz. Hello, csapda. Én jobb boxoló vagyok. Még mindig. Hol vagy? Itt vagy bent. Jó, titanit töredék. És ez, ha jól emlékszem, akkor számszeri. Az. Plusz 3-as számszeri, meg egy-két nyilvessző. Jó. Nem aktiválódik vissza, hála a jó égnek. Aha, na most vissza kéne odaugrani. Oké, okay. cső. Senkit nem érdekel senki. Mindenki le van tolva. Mondom, mindenki le van tolva. Melyik részét nem értitek el, nem mondok meg. Megmérgeződtél te is? Vagy te nem tudsz megmérgeződni? Tudjuk nem. De hát vágyta a halált. Úgyhogy én segítettem neki. Na és akkor megyünk szépen bosszozni. Az első... Várja. De bosszt megtisztelünk. Minden egyes bosszt megtisztelünk azzal, hogy emberi alakba megyünk be. Na. Hello! Ez így faja lesz. Szerintem itt most a... Target Lock az nem a barátom. Ja, úgyhogy nem is kell ide Target Lock. Fölösleges. Aha. Ajaj. Jó. Átfordult. Igen, tud csapdosni a parkint szájával is. Na, még egy ütés. Egy opporok. Egy. Szép volt, jó volt, elég is volt. Hát, pont nem tudtam átugrani rajta. Királyságosság. Na, ugye ismeritek a mondást, nem illik 46 ezer lélekkel futkarászni. Úgyhogy nem is tesszük meg. Most azt nem tudom, hogy a következő boss-t az hogy öljem meg. Tehát, hogy legyek annyira szemétláda és csesszek ki magam valannyira, hogy... Hogy méregben öljem meg. Majd meglátjuk. Jó szintlépés. Elsősorban. Húzzuk a strength-et amennyire csak lehet. 40-esig, de nem állítom, hogy csak lehet 40-esig húzzuk. Jó, köszönöm. Illetve hát kell... mi az? Kis életkő. Mert kezdek kifogyni belőle. Kell az utánpótlás. Főleg erre a mérgezett helyre. Itt nagyon kell. Ó. Oh. Ahogy még csak itt tartunk, jó. Oké. Akkor... Ja. Ott voltam. Jó, akkor mehetünk tovább. Most gyorsan itt fejbe végig pörgettem a dolgokat. Hát ott mellé nem forráltam. Ezt kicsit benézted.
Szavasz. Ezt meg én néztem be. De figyúzzál már! Itt van egy nagyon jó kis... Meg ott is voltak amúgy, igen. Akkor megoldott, köszönöm szépen. Erre gondoltam, hogy jó lenne megoldani ezeket a problémákat. Jó, átfutunk. Gyere. Most fejjébe. Ennyit erről. Megmérgez, nézd meg. Pont belefutottam a izébe, a késébe. Sajnos. Melyik volt az? Az meg nyádat. Szavasz. De engem te ne lövöldözzél! Mindjárt oda megyek. Akkor megismered a haragomat. Tudod mit? Kihúzod a gyufát. Négy, né. Mert itt nem fogsz lövöldözni. Jó, ezt tuszozunk. Hello? Nem, én még mindig jobb kipofozó ember vagyok, mint te. Mert nekem van kőgyűrűm. Kőgyűrű pova. És egy dárda. Amúgy, hogyha nem lenne kőgyűrűm, akkor esélyem nem lenne amúgy ellenük. Mert folyamatosan amúgy... megtántorítanának. Ó. Szevasz. Azt hiszem ez a varázslós. Vagy a klerik? Nem tudom. Buzogány volt a kezébe. Ó, szevasz. Mondom, ó, szevasz! Na most éljél! Köszi! Bonfire-t leízítjük. Jó. És most még egyelőre nem gyújtom föl. Jó. Ez megoldva. Amint az a része megoldva, hogy ez a szimpatikus úriember oda átfutna, ide. Ide né. És meghúzná ezt a kart, aminek következtében ez lecsukódna, és mehetnék a hosszabbik úton. Fanyek! Jó, mindegy. A tárgyat szerettem volna felvenni amúgy. Oké. Okay. Menjünk már. Szevasz, létrás! Sos! You be just... Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Hát annak nézek ki. Why else would you be here? It's got death. Ezer lelkem, ha az, az elég. Ő amúgy azért fontos, mert vissza fog menni majd Majulába, és ott van Majula van közepén egy hatalmas nagy lyuk, és oda is majd létrákat fog nekünk leadni.
köszi barátom. Illetve érdekesség, hogy a Dark Souls 3-ban is benne van. Nem mint élő személy, de a holttestét meg lehet találni. Jó, farozzar, köve meg csillogót itt van itt. Ez pont jó, mert úgyis most használtam el egy farozzar kövét. Hát az, hogy visszamész majd, ja, a gesztúra, igen, egyszer. A másik az, hogy... Következő bossról beszél. Visszamegy innentől kezdve macsulába, főleg hogyha megölöm a boss-t, akkor mindenképp visszamegy. Emlékeim szerint. Na, mi miért bármi történik. Egy ügyű fűszere. Kevés az esztuszom. Be is mérgeznek banyek. Két kis mocsadék. Na, következő a történés. Hol itt a kar? Itt a kar. Na, hol a kar? Ja, itt. Oké, gyors ráfutunk. Hogy felemelkedjünk. Ki tudjam venni a cuccosokat. Ugye a cuccost. De ott nyugodtan legyél ott a túloldalon, majd te is óra kell. Ősz. És nézd meg. Nem bír magával. Nem bír magával, nézd meg. Ja, várja. Még itt azért van egy-kettő dolog. Mert hogyha felküldöm a liftet megint, és ide bejövök alul, akkor itt is van cuccos. Büszke lovag lelke, meg isteni áldás, és akkor itt vissza tudok mászni. Miért még agyon nyomna a izé, a lift alulról. Szevasz barátom. Semmi személyes, de bántottávok. Milyen franc. Te hallod, hogy tényleg nem bírsz magaddal? Maradjál már nyugton. Meg
Hát te se bírsz magaddal? Látom, nem. Jó, ezt ha jól tudom, akkor nem titkos fal. Ja, ez nem. Csak kicsit furcsa a textúrája, ez viszont egy csapdás láda. És van benne fáros zárköve. Ez meg méreggel teli. Hát mondjuk annyira nem vagy fontos. Na jó, lemegyek érted. Köszike. Jó, nekem kell valami tárgy, amit el tudok dobni. Mondjuk ez. Egy kicsit olcsóbban megúszom. Itt pedig, ha jól emlékszem, akkor bait van. Pontosan. És az ajtó. Ez majd a túloldalról fog kinyílni. Na mi a helyzet? Azt nem tudom, melyik kincse gondol. Ja, hogy most ugyanazt mondod csak, jó? Hát akkor... Majd akkor, amikor túloldat kinyitom azt az ajtót, már akkor mond egy kis pluszt. Szemtelen. Nagyon jó volt. Nem mondok semmit. Jó, mondjuk 3000 lélek az. Ezen a szinten már oly mindegy. Jó, veled már nem foglalkozok többet. Szevasz. Azt nem vettem plusz a tárgyat. De érdekes. Az csapda. Na. Hát itt most akkor másik útvonalon megyünk. Nincs késem. Dobó késem. 8 darabban. Hát csak elég lesz. Megy. Hova az anyámba mész? Itt vagyok. Vegyél már észre. Jó. Oké. Ha normális vagy? Jó, itt van a maszkunk. Hát még akkor téged is ledoblak. Sem. Ezek az ugrálások. Vegyétek már észre, hogy itt vagyok. Na. Elvileg mindenkit ledobtam, legalábbis remélem. Így amikor ide felmászok, akkor nem fognak négyen a nyakamba ugrani egyszerre. Pontosan. Na! Mondjuk mivel nem gyújtottam fel a malmot... ezért hát ja. Veled nem foglalkozom. Veled viszont muszáj. Sajnos. Meg ugye veled is. Oké. Akkor lelket vissza. És próbálj meg ügyesebben ugrani. Égyni. Köszönöm. Ezt kinyitjuk és megnézzük, hogy milyen szépségek vannak itt. Sírfelügyelő maszk, nem ez kell nekem. Bátor víz, kamarzsin víz, meg bátor harcosnak a zseblelke. Jó.
Fantasztifikális. Már mikor kell majd ugranom? Ragyogó életkő. Ja, mondjuk 5000 lélek az... ezen a szinten már oly mindegy. Egy. Jó, ezt kiütjük. Itt. Lefogy. Nagyon jó. Lehet, hogy erre a kincsre gondolt. Vagy lehet, hogy ami ott a sírfelügyelő mögött volt most az előbb. Nem tudom, melyikre gondolt. Nagy nehéz léleknyíl. Amúgy a Sorcerernek nagyon jó. Jó, ezt az ajtót kinyitom. Veled beszélgetünk. Hát látod. Bocosabb. Ezzel se sértettek még meg. Akkor szerintem a sírfelügyelőről gond... Az. Jó. Más már nem mondasz. Jó. Na. Következő a dolog, hogy valahogy oda nekem át kéne ugranom. Nagyon jó. Jó, hát akkor ezt lejátsszuk. Hogy... manöken cipő. Tudom, hogy manakán, de mindegy. Mérgező pallos, meg emberi kép más. Na, hát akkor akinek kell egy hatalmas nagy mérgező pallos, hát az ugorjon át ide érte. És itt a következő történet, hogy... innen... az nem. Innen nem is lehet szerintem sehogy se eljutni bárhova is, úgyhogy innen muszáj lesz... Humvart bónolni. Ja, mérgező pallos, ja. Mondjuk... PvP-ben jó. Bosszok ellen annyira nem. Nem sok olyan boss van, ami érzékeny lenne a méregre. Sajnos. Jó, leülünk, mert kell az Zestus. Egy kis utántöltés. Jó. Oké. Okay. Na. Három. Jó. Most megmutatom, hogy mi történik olyankor, hogyha ezeket a jó madarakat itt nem intézem el idő előtt. Hát rajtűzés. És megint egy cipő. Na, de mi most eljövünk. Erre. És te voltál az, aki innen föntről folyamatosan dobáltad a tűz hülyeségeidet oda lefelé. És megmondtam neked, feljövök ide, és elkaplak, és meg is történt. Na most a méreg az most be fog töltődni, vagy nem? Most dönts el, be fog töltődni, igen. Szevasz. Te is kaptam mérget. Szevasz. Ezeknek amúgy jó a sapkájuk. Volt időszak, amikor hordtam. Köszi. Na most például kettőbe belehalt. Na. Egy.
félök most én. Drága barátom. De miért csak a maszkjukat kapom? Nem mint hogyha rossz lenne, nem az a problémám. Na gyere barátom. Ó, már jön is itt a izé. Itt a kollégina. Igen? Na jó, gyere. Na ti pedig szépen sorban. Jó. Hogy? Körben nézzünk, hogy hol vannak a tárgyak, mert ugye most az a probléma, hogy mivel itt tocsog az egész itt a méregben, ezért nem nagyon lehet látni. Szerintem itt ez ennyi, arra van amúgy a boss. De mi mielőtt bosszoznánk. Előtte meglátogatunk valamit. Ja. Ja, nem Power Stance-ben vagyok, hanem... másban. Na. És mindjárt megismerkedünk a Dark Souls 2-es mimikekkel. Szevasz. Munkás kampó. Mondjuk sok értelme nincs. És akkor ezt nem kell amúgy farozzár kövézni. Annyit csinál, hogy ott lesz egy kis forrásvíz, amiben beleállsz, akkor leszedi rólad a mérget, ha jól emlékszem. Meg lehet, hogy egy kicsit tölti az életerőt is. Itt van a bonfire, igen. Nekem vissza kéne mennem Majulába. Vennem kéne életköveket. Hogyha a bosst úgy akarom megölni, hogy tocsogó izében, tocsogó méregben. Mondjuk nem biztos, hogy úgy fogom megölni, de rápróbálunk. Hogy amikor tocsog az egész a méregben, akkor milyen a történés, hogyha mondjuk valaki nem tudná, hogy hogyan kell a mérget eltüntetni, mert nyilván előfordult, hogy valaki nem tudja, hogyan kell a mérget innen eltüntetni. Fel kell gyújtani amúgy a malmot. Akkor mi a teendő? Ezt kivesszük, és rengeteg ilyen életkövet veszünk ebből a 10 000-ből. Hát rengeteget nem, de 36-ot biztos. Jó. Nem találtam ezt a sárgat? Nem. Na és akkor visszamegyünk... ide. És akkor megyünk bosszozni. Hát kíváncsi leszek. Nem magam úgy, két probléma van, tehát az, hogy az egész terület ugye tocsog a méregben, a bossnál is. És ez kétfajta problémát okoz. Ez egyik az, hogy én sebződök. A másik az, hogy ő gyógyul. És nem tudom, hogy megéri-e. Jó. Oké. Uraim! Köszönöm! Én a hölgyeménnyel szeretnék itt konfrontálódni. Nem, nincs ölelkezés. Muszáj volt kettőt innom.
honnan. Jó, jó. Láttam én ebbe a fantáziát. tehát annyira nem vészes, csak gyorsabban kell töltenem az életet. És nagyon sokat, és nagyon sok mindenki kéne, hogy dodzsolnom. De jó, meg lesz ez. Nem lesz ez a probléma. Én szerintem. Mondjuk, hogyha így eltalálják a sarkamat, akkor de. Cső. Ja, hogy ennek ekkora a range-e. Értem. Jó, még egyszer-kétszer rápróbálunk, jó? Aztán, hogyha nem megy, akkor nem, akkor megmutatom, hogyan kell a izét a... Mi az? A malmot elpusztítani, hogy ne legyen itt méreg. Cső? Köszi a hátmosszást. Nem vagyok elég erős. Sajnos nem. Ha csak, várjál, még van egy ötletem. Arra gondoltam. Kicsit megturbózzuk itt a dolgot. Ezzel. Meg ezzel. Illetve... Amúgy se tudom, nincs méreg... izé, de... Van méreg harapó gyűrűm. Még így megnézzük, jó? Hát, hogyha így egy kicsit egyszerűbb lesz. Nem sokkal, de egy picit lehet, hogy egyszerűbb lesz. Kis méreg ellenállásra minden egyebet ugye magamra dobtam. Szevasztok! Dodzsolok. Nem, még így se jó. Sajnos nem. Jó, ne szórakozzunk vele, gyorsan. Megkönnyítem az életemet. Én már próbáltam. De sajnos nem. Sajnos nem úgy alakul. Na, következő dolgot kell tenni. Az ügy érdekében. Ez egyel előző bonfire-hez kell visszamenni. Meglátszik, hogy nincs berakva a kőgyűrű. Jó. Na, megvan a láncsa. És a következő dolgot kell tenni. Fogsz egy fákját. Szépen ide állsz. És ezt felgyújtod. Mi történik ilyenkor? A malom felgyullad, ez a külső malom ez megáll, és vele együtt az összes többi fogaskerék is megáll, aminek következtében a méreg termelés abba marad. Így mindenhol, ahol eddig méreg volt, most már nem lesz. Be is tudom nektek ezt bizonyítani. Ugye eddig itt méreg volt, de most már nincs. Na, következő akkor a történés, menjünk szépen. Szimpatikus hölgyeményhez, és... Mindjárt jobbak a viszonyok.
De az így is belemegy a méregbe, nézd meg, hogy hogy gyógyítja magát. Nem, nem, nincs ölelkezés. Ennyi. Ilyenkor meg rémegyszerű, az a boss. Tehát azért mondom, hogy... ha nincs méregtócsa, akkor... iszonyatosan könnyű. Sajnos. Sajnos méregtócsával nehéz megölni. Mondjuk úgy kihívás. Tény és való. De akkor lehetne vele szenvedni sokat. Valaki megpusztult közben. Na, van 25 ezer lelkem. De a lényeg, srácok, lányok, hogy a videónak lassan itt lesz a vége. Annyi szerintem, hogy visszamegyünk Majulába. 25 ezer lélekből rádobok szerintem két szintet, hogyha tudok lépni. És akkor itt a vasarődítményt majd a következő részre fogjuk kitakarítani. Nem tudom, hogy az egészet ki fogjuk takarítani, vagy hogyan lesz, miként lesz, de majd dolgozni fogok rajta. Jó. No. Fantasztikusan szép mondatok után majdnem 40-es az erőnk. Jó. A következő rész az azért lesz amúgy jó, mert a következő részben lesz a Kohó démon, és hogyha sikerül legyőznöm, akkor meg tudom venni a szettjét, és az a szett kell nekem. Abba a szettbe fogom én végigjátszani a játékot. A Kohó démonnak a szettjébe. Na, úgyhogy srácok, lányok, ez a rész akkor ennyi lenne. Én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szoly voltam, legyetek jók, ijatok sok tüzet, vigyázzatok magatok és egymásra, és akkor a következő részben megyünk a vas erődítménybe a Kohó démont, és hogyha nagyon-nagyon jól haladunk, akkor az ottani helyi lordot is kipofozzuk. Na, Szoly voltam, sziasztok!